a Kolossei levél első részének 18. versét olvasom. Ő, mármint Jézus, a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Szeretett testvéreim, hadd mondjam egy maradandó élményemet, talán amíg élek el nem felejtem. Mátraházán voltunk, fiatal lelkész, kezdő, induló lelkipásztor voltam, lelkész konferencián. És az egyik esti áhítatban egy idős lelkész szolgált közöttünk. Egy alacsony kis emberke volt, de valahogy olyan átéléssel, olyan hatással hangzott az ige üzenete, hiszem, hogy Isten lelke ereje magával ragadta ezt a lelkész testvérünket, aki a Kolossei levélről beszélt, és azt mondja, hogy ott a csillagok, ugye a csillagnak sztár az angol neve, hogy a sztárok, a csillagok világától el voltak kábulva, meg ugye, hogy most is sokszor ilyen kozmikus erők keresése, csakrák, egyebek, mindenféle eljárások mennek ilyen különböző technikákkal, és olyan erővel hirdette az igét Jézusról, mégpedig úgy, hogy vannak a sztárok, és van a szupersztár. És akkor tájt jelent meg a film is, hogy Jézus Krisztus szupersztár, de vagy a musical, és olyan erővel hangzott közöttünk, hogy mindenek felett ő a csillag, és itt az apostol valóban erről beszél, hogy mindenekben ő legyen az első, minden tekintetben. Jézus a feje a testnek, ugye? A Krisztus egyháza, a Krisztus teste. És különös dolog ez, hogy Isten úgy rendezte az életet, hogy akik újonnan születünk, azok egy családba érkezünk, a Krisztus teste nagy családjába. Erről volt most egy sorozat, akit érdekel, az utána nézhet a Episunagó honlapon, hogy táncol az egyház, három ige hirdetést tartottam én, igazából nem is a tánc volt a lényege az egésznek, ez inkább egy szomorú adalék, hogy amikor az egyház igazán nem hirdeti az igét, akkor eljut odáig, hogy bálokat szervez, táncmulatságokat meg. Na, de a lényege az volt, hogy én az egyház küldetéséről szóltam ott, a látható és láthatatlan egyház, egy különös valósága Istennek, amit teremtett, a láthatatlan idáig ér a láthatóba is, és hogy mi a látható egyház feladata is, de a Krisztus testről szóltam, és Jézus a feje ennek a testnek, amelyik láthatatlan valóságában, vagy igazi örökké valóságában mindazokat magába foglalja, akik újonnan születtek, bármilyen nemzetből, felekezetből, bárhonnan Jézus Krisztus keresztje által, már az elhunytak, a most élő hitre jutottak, meg majd az ezutániak, és
Ő az első szülött a halottak közül, ugye ő volt az, aki egyelőre egyedül törte át a halálfalát előrefelé. Mert ugye támasztott föl valakiket visszafelé, akik aztán újra meghaltak, legyen Lázár, vagy a Jairus leánya, vagy a Nain ifjú, de előrefelé Jézus ment át a halálfalán. Föltámasztotta Isten, és ő az első, és mi pedig követni fogjuk. Tehát az ő testének a tagjai is mind átmennek ezen a falon. De itt, amit hangsúlyozni szeretnék, az éppen abban a kis emlékezésemben van, hogy jó nekünk tudni minden rettentéssel, minden földi, ördögi, minden testi, lelki, szellemi hatalmassággal kapcsolatban, hogy Jézus mindezek fölött Úr. Úgyhogy amikor én azt mondom feleségemnek, hogy kedvesem, itt csak akkor indíthatnak el atomkatasztrófát, ha azt, ami Urunk megengedi. Különben ő nélküle nincs hatalma senkinek erre.